Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vélemény vezér és nagy tisztelettel. Köszöntöm vendégünket, Gábor, Gábort, a 21. század intézet stratégiai igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! Magyarországon, főleg itt az elmúlt évtizedeknek a viszontagságai miatt, azért a jobboldali gondolatvilág, vagy akkor nevezzük, hogy a konzervatív értékek háttérbe voltak szorítva, és azért látszik most egy olyan igény, hogy, hogy ezt éleszük fel, hogy ez, ezzel kezdjünk valamit, próbáljuk meg ezt becsempészni, próbáljuk ezt egy tudományos szintre emelni. Akkor második nekifutásból erre úgy válaszolnék, hogy a konzervat, az mi azt, hogy konzervatív, az egy ideológiai pozíció. És szerintem egy, az értelmiségi vagy a szellemi vitákhoz tartozik ennek az eldöntése. A jobboldali, az meg egy politikai pozíció, és ilyen eltemben mindenkit érint meg. Vagy a jobboldalhoz tartozónak érzi magát, vagy rászavaz, vagy éppen ellene. És az, azok, amiket mond, hogy, hogy milyen értékek voltak elnyomva, vagy, vagy, nem le, maradjunk ilyen praktikus dolgoknál, hogy mondjuk a határon túli magyarokhoz való viszony, amíg a baloldal volt kormányon, mi volt ennek a méltósága, meg az értékrendje? Meg amikor a jobb oldalon van, oldal van kormányon, akkor mi a méltósága és értékrendje? És szerintem ez nem feltétlenül egy konzervatív érték, hanem a jobboldal politikai győzelméből következik, a jobboldal értékrendjéhez tartozik, ahhoz a jobboldalhoz, ahol egyébként lehet liberálisan is, meg szocialistán is, meg konzervatívan is, meg akárhogyan gondolkodni bizonyos kérdésekről, de vannak olyan nagy ügyek, olyan nagy kérdések, amelyben ez a sokféle emberekből álló közösség egyetértést mutat. Azt mondja, hogy nekünk fontos a határon túli magyarok ügye és úgy érezzük, hogy ez egy küldetésünk különösen úgy, hogy korábban meg ezt nem engedték, hogy ezt érezzük, ezt követeljük, ezt védjük. Tehát, tehát hogy, hogy, értem, amit mond, hogy vannak ilyen elhanyagolt, meg lefolytott, meg megvetett, meg elutasított értékek, amelyeket ma fontosnak tartunk. De ezeknek csak egy része szerintem konzervatív. Egy részük más módon magyarázható, vagy más értelemben került a politika középpontjába. Most az, hogy hogy ez a jobboldal családpárt, ez most konzervatív? Hát, ha akarja, nevezhetjük konzervatívnak is, de mi van akkor, ha az, azt mondjuk, hogy hát az élet alapténye, hogy vannak családok, vannak, van nemzet, hogy a politika egy újabb ö, fogalmát mondjam lehet konzervatív politikai pozíciónak mondani, de előrébb jutunk vele. Nem nyitjuk ki azt a kérdést, hogy ki az igazi konzervatív. Miért nem lehet azt mondani, hogyha nem a jobb oldal lenne vezető pozícióban, vagy kormányzati pozícióban, akkor ezek a kérdések másként vetődnének fel. És a jobb oldal politikai küldetésének tekinti, hogy megvédje a családot, megvédje a hagyományos szerepeket, hogy mit jelent anyának lenni, mit jelent apának lenni, hogy azt mondja, hogy a nemzet az egy elsődleges politikai integrációs keret, és nem akar európai Egyesült Államokat. De nem tudom, hogy ezt feltétlenül konzervatívnak kellene nevezni. De ha valaki akarja, nevezze konzervatívnak. Csak azt akarom mondani, hogy ettől még az, hogy kiállunk a család, vagy a nemzet, vagy az apa, meg az anya szerepek mellett, az megelőzi azt, hogy hogyan nevezzük. Talán az, hogy azt mondjuk ezekre, hogy konzervatív álláspontok, ez épp abból fakad, hogy meg vannak kérdőjelezve. És emiatt már konzervatív álláspontnak minősül az, ami régen alapálláspont volt, vagy normál, normális volt. Rendben, azt tudom mondani, hogy akkor nevezzük konzervatívnak, tehát nekem nem fontos ez a megnevezés kérdés, az a kérdés, hogy mi lesz velük. Tehát, hogy van-e olyan erős ez a politikai mozulam, hogy megvédi ezeket. Mondjuk azt mondja, hogy a szuverenitás, és akkor a magyar nemzetet érinti, vagy illeti szuverenitás, hogy saját magáról döntsön, vagy pedig azt mondja, hogy nincs ilyen, hanem akkor Európai Egyesült Államok. Vagy hogy azt mondja, hogy van ilyen a apa, az apa az férfi, az anya, meg nő, és van ilyen a család, vagy nincs ilyen, hanem nem tudom hányféle nem van, és akkor különböző alternatív családmodellek vannak, és minden, minden egyformán értékes. Ez egy politikai küzdelem tétje akarjuk, hívhatjuk konzervatívnak, de akkor is az, hogy mit védünk meg, vagy miért szállunk síkra, az megelőzi azt, hogy hogyan nevezzük. Na de meg is érkeztünk ide az ígért soft politikai részhez, amelyről már részben beszélt is, és ahhoz, hogy hogyan tudja eladni azt, akkor a jobboldali közösség, gondolatvilág azt, hogy, hogy ahogy ők élnek, az jó. Tehát, hogy az az életmód, amit ők kínálnak, az jobb, mint akár amit a progresszív erők kínálnak. Ha azt mondom, hogy egy progresszív életvitel, azonnal megjelenik előttem, hogy az tudom, a bulizásról szól, egy ilyen extra szabadság, kötött, kötöttségtől mentes, mindenféle ö, olyan békjót felrúghatok, amit úgy, mond, úgy érzem, hogy rámerőltetnek kívülről. Ha azt mondom, hogy jobb oldali életmód, akkor az mit jelent? Kussunk neki fordítva. Tehát, hogy, hogy nem szeretnék abba a pozícióba keveredni, hogy azt mondom, hogy aki bulizik, az ördögtől a való, és így tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, ha, ha jól érthető a szöveg, az is erről szól, hogy többet érünk, ha meghagyjuk az embereknek a szabadságát. És hogy nem kell megbélyegezni azért embereket, mert másképp élnek, vagy más gondolnak a szexualitásról, vagy hogy kivel bújnának ágyba, vagy mit szeretnének csinálni nem tartunk előrébb. Szerintem nem tudjuk ezt előírni. Hogy ez a intim szféra, vagy privát szféra, az ehhez való ragaszkodásunk, ez olyan erős, hogy, hogy ez szerintem mindent megelőz. Ez azért érdekes, mert megjelent egy új fejlemény szerintem a, a, a politika égboltján. Hogy korábban úgy tekintettek a politikára, hogy a politika az veszélyezteti a magánszférát, hogy el a politikától ne, ne jöjjön be a hálószobába de történt egy olyan progresszív mozgalom, vagy, vagy, hát nem is tudom, hogy mozgalomról, vagy ne mozgalom együttesről beszéljek, hogy nem az a kérdés, hogy a politika bemegye a hálószobába, hanem hogy a szex, a, a politika, tehát a szex termékenyíti meg a politikát. A hálószoba megy be a politikába amikor megjelenik a gender ideológia, meg az az identitás kérdés, ami a szexuális identitás politikai tétté teszi, akkor ez szerintem egy nagy kihívást jelent a jobb oldalnak. Éppen azért, mert az, hogy hogyan élünk, hogy mit gondolunk a privát szféránkról és a megkövetelt szabadságról. És ha ezt teszed a politika hívó szavává, akkor nagyon veszélyes lehet. És amikor én, én úgy gondolom egyébként a jobb oldal arról beszél, hogy apa, anya, család, stb., akkor reménykednie kell abban, hogy az emberek természetes késztetése ebbe az irányba megy, de tévútra téved akkor, hogyha azt mondja, hogy én megbélyegzem azokat, akik meg a magánszférájukban nem így élnek. Mert nem csak, hogy nem lesz vonzó ez az életmód, amit felkínál a jobb oldal, hanem egyenesen be fognak feszülni az emberek. Szerintem van itt egy csapda. Ha sikeres vagy a politikában, és felkínálsz egy életmódot, akkor azt fogják mondani az emberek, hogy na ne, tehát ezt ne told rám, légy szíves. Tehát elfogadom, hogy sikeres vagy a politikában, de ne írd elő, hogy hogyan éljek. Ha előírom, be fognak feszülni. Szerintem olyan kérdésekben is összegezhető ez, mint mondjuk az internetadó, vagy a vasárnapi boltzár. Hogy az emberek úgy érezték, hogy na jó, rendben van, itt van egy döbbenetesen erős Fidesz, de azért vasárnap legyenek már nyitva a boltok. Tehát ebbe azért ne szóljon már bele. És ezért ez egy csapda helyzet. Mert nagyon fontosnak tartja, vagy tart egy csomó értéket, ami a családdal, a gyerekvállalással, a demográfiai kihívással áll összefüggésbe, de csak egy pontig mehet el. Azt mondhatja, hogy én ezeket fontosnak tartom. Szerintem ez a jó élet alapja. De nem írhatja elő, vagy nem bélyegezhet meg, mert a saját politikáját fogja alásni ezzel. Ezért szerintem ebből az következik, hogy sokkal jobban járunk, ha engedjük az embereknek, hogy éljenek úgy, ahogy akarnak. És bízzunk abba, hogy úgy fognak élni, hogy a családot, a gyerekvállalást, a jobboldali értékrendet fogják választani. Nem tudunk más tenni. Mi az alternatívája ennek? Lezárjuk drótkerítéssel a streaming szolgáltatókat? Megtiltjuk az embereknek, hogy fogyasszanak kulturális tartalmakat, vagy előírjuk, hogy csak olyanokat nézhetnek, ami átmegy egy cenzori hivatalon, azt gondolom, hogy erre is van tapasztalat a politika történetből, és a célral ellentétes hatást vált ki. Ezek ugye mind retorziók, ezek már mind reakciók Igen. egy bizonyos ö, esemény sorozatra, amit itt látunk. Nem lehet ezt megelőzni, nem lehet elébe menni ennek, nem lehet konstruktívan, proaktívan tenni azért, hogy alternatívát kínáljon mondjuk ö, az életmód tekintetében a politika, és ne büntessen egy ö, általa nem preferált életmódot. Mondjuk a mérleg egyik serpenyőjében van a szexuális szabadosság. A másikból meg az, hogy köteleződj el. Most fel lehet sorolni érveket mind a kettő mellett. És akkor még ott tartunk, hogy ez szerintem rendben van. Az érvek csatája zajlik. Úgy se tudom megmondani, nem tudom megmondani neki, hogy hogy ilyen. Mert úgyis az ösztönei után fog menni. De az ösztönökből következik a család, az elkötelezettség, a gyerekvállalás is, nem csak a szexuális szabadosság. És azt gondolom, hogy miért baj a szexuális szabadosság? Hát éljen úgy, ahogy akar. Majd családot alapít, majd gyereket vállal. Szóval én, én valahogy vízok abban, hogy ezek az értékek, tehát hogy, 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 hogy mondjam, tehát hogy, hogy ezek magukért beszélnek, hogy ezek elég erősek. Ha például, mondtam már ezt a példát, elmegyek egy színházba, látok egy olyan darabot, ami mondjuk egy alternatív életfelfogást kínál, és én azzal nem értek egyet. Akkor nem az történik, hogy én azt gondolom, hogy ezt a darabot be kellene tiltani, hanem azt gondolom, hogy szembesülök egy kihívással. És majd én mérlegre teszem, hogy elég erős vagyok-e, elég erősek-e az értékeim, a felfogásom az életről, arra vonatkozom, hogy összemérjem ezzel a kihívással. És úgyse tudunk más tenni. Nem jobb meghagyni az embereknek a szabadságát? Ráadásul, tehát ez egy veszélyes könyv. Nem ebből a szempontból, vagy nem feltétlenül ebből a szempontból. Nem mondja ki, de ha már itt beszélgetünk, tulajdonképpen azt állítom, hogy, hogy az a kérdés, hogy mi mozgatja az embert, tulajdonképpen úgy válaszolható meg, hogy természetesen mozgatja, hogy legyen gondolata, amit nagyon tágan kell érteni, hogy, hogy utat vágsz, előre mész mindenkit von szerintem a, a, hatalom, ezt is tágan érthetjük, hogy szeretné, ha elismernék, szeretné, hogyha aszimmetrikus viszonyba keveredne. És von, vonz természetesen a szexualitás, hát az ösztönvilág. És ezek egymásba játszanak. És a sikeres politikának erre a háromra reagálnia kell. A család az egy reakció az ösztönvilágra a jobb oldal kormányzás reakció a hatalomra. És a gondolat, hogy önerő, szuverenitás, saját magyar modellek, meg reakció a gondolatra. De hogy azt gondolom, hogy végül is az embernek ezt a egyszerű, de összetett, mégis összetett személyiségét, hogy gondolat, hatalom, szexualitás, ezt nem fogjuk tudni megszüntetni. És azért tartom nagyon érdekesnek a jelenkori politikát, amiről az előbb beszéltem, hogy, és nagyon érdekes, hogy a szexuális identitás politikai jelszóvá válik. Ugye a politika, az vagy veszélyt jelentett a szexualitásra, vagy egymással rivalizáltak, de amikor a szex megy a politikába, az egy nagy kihívást jelent azoknak a politikai erőknek, amelyek nem tették meg ezt a lépést. És ezért is érezzük ezt a távolságot, hogy hát aki azt mondja, hogy a szexuális szabadságot teszem az ászlomra, hogy ez valahogy, hogy ez eredendőbben, vagy intenzívebben céloz meg minket, mint az a politikai mozgalom, amely azt mondja, hogy család. És akkor köteleződj el a család mellett. De egy jobb oldal nem tud, egy jobb oldali pozíció nem tud tovább menni ebben a kérdésben. Nagyon érdekes, ha lehet erről beszélni néhány mondatot, hogy ezért is szerepel a végén a, a sex politics, meg a szexről szóló fejtegetések, hogy, hogy tulajdonképpen a progresszív mozgalmak azt célozzák, ön is utalt erre a kérdésében, hogy ezeket a hagyományos identitásokat szétverjék. Szétverjék a családot, a nemzetet, stb. Szét lehet úgy is verni a családot, hogy azt mondja valaki, hogy gender, meg stb., de hogy van itt egy érdekes fejlemény, a szexuális tanácsadó irodalom elburjánzása. Amiből a egyenesebb azt mondja, amit már megint csak említettem, hogy hát, hát annyira problematikus ez a monogám kapcsolat, meg a hűség, meg engedd el. A kifinomultabb viszont azt mondja, hogy ja, hát megakad, meg, akarod őrizni a szexuális elevenséget egy monogám vagy rögzített kapcsolatban, akkor ilyen és ilyen fortélyok -ok vannak, ilyen, ilyen megfontolások vannak, és a végén mondja ki, de hát ezek körülményesek, nem biztos, hogy sikerülnek. Van, hogy bejön, van, hogy nem. Hát akkor végül is engedd el. Tehát azt akarom mondani, hogy azt az identitást, ami a család körül összpontosul, két irányból is éri támadás. A gender ideológiák felől, másfelől pedig egy olyan ponyva irodalom felől, szexuális tanácsadó irodalom felől, amit mindenki fogyaszt. És öntudatlanul, de abba az irányba hat, hogy ezeket a hagyományos identitásokat kikezdje. Na és ha ez a projekt sikeres lesz, tehát szétveri a családot. Tényleg csak annyi, az, a, az vagyok én, hogy a szexuális vágyaim összessége, és ez élvezi elsőbséget, és nincs más megfontolás. Akkor a projekt sikeres lesz, és erre lehet politikát építeni. És akkor szerintem a és nem magyar viszonyról beszélek, hanem egy globális politikai pozícióról, akkor a jobboldal pozíciói szűkebbre lesznek szabva. Mert ugye az 20. században ez nem az első alkalom, nem, hogy ez ilyen van. hullámok hát, betörnek. Mert baroldal... mindig beszélünk az ról A 68-as szexuális Miért nem született még erre egy 66-os hat jobboldali válasz? Hát Azért, mert megakadályozza az értékrendje. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Isten haza a család, meg abból indul ki, hogy család, akkor nem adhat útmutatást a szexuális életre vonatkozóan. Még aki nem ezt teszi fel az ászlóra, az nyugodtan mondhatja, hogy vásd a partnereidet, ha meguntad, akkor ne, meg ilyen, trak ilyen praktikák, ilyen trükkök, és akkor szépen lassan bele lehet ebbe menni. De például az, és szerintem ez egy fontos kérdés, hogy erről beszéljünk. Tehát, hogy beszéljünk erről a csatatérről, hogy a szex az egy csatatér. Az már egy eszköz arra vonatkozóan, hogy a jobb oldal felmegy erre a pályára. Ha csak engedi, és azt mondja, hogy mintha ez nem lenne, akkor szerintem nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni, éppen azért, mert ilyenek vagyunk mi emberek, ilyen az emberi természet, az ösztönvilág foglalkoztat minket, és ez egy nagyon erős késztetés, erősebb, mint az intellektus, akkor nagyon kemény kihívás elé fog kerülni. De ha legalább diagnosztizálja, hogy itt van egy újabb csatatér, a szex, és így és így néz ki a front, igaz, hogy nem tudod a belépni azokkal az eszközökkel, de legalább beszél róla. Szerintem ez egy fontos kérdés. Na de akkor még egy utolsó témát, gyorsan pár percünk van, már mint ez kapcsolódik ide, ugye azt mondja, hogy ezzel az abnormális világgal szemben azok a válaszok, amelyek gyakran születnek itt a jobboldali közösségen belül, az egyik a szörnyűködés, a másik pedig az áldozatiságnak a póza, és egyiket sem javasolja, vagy nem tartja jó válasznak erre, és inkább a történet mesélésre tenné a hangsúlyt. Ezt hogyan képzeli el? Hát sajnos Nincsenek jó ötleteim, mm -hmm. tehát hogy hogy szörnyülködni nagyon könnyű. Jaj, nézd már meg azokat, mi van ott nyugodtan, hát ott gyerekeket esznek, meg áldozatiságpozíciója is nagyon könnyű, miért ver minket az Isten. De én azt gondolom, hogy hogy ebben az új politikai küzdelemben, aminek a szexis része meg a életmód körül zajlik, a, a baloldal azért sikeresebb, mert elkezdett történeteket mesélni. És nem a historihoz fordult, ha úgy tetszik, hanem mikrotörténeteket mesél el. Olyan történeteket, amivel könnyű azonosulni, vagy van vonzereje, vagy én is lehetnék a helyébe. És szerintem a jobb oldal, akár értékrendjénél fogva is, nem ment fel erre a pályára, mert még a történelemnél a historinál tart. És nem gondolja azt, hogy elmesélhető az, érték, az ő értékrendje ilyen mikrotörténetek segítségével. És azért nincsen jó ötletem a dologra, mert visszakanyarodunk oda, hogy hogyha borzasztó sikeres vagy egy a hard politikában, akkor amit felkínálsz életmódként, azt azt fogják gondolni az emberek, hogy rájuk akarod kényszeríteni. Tehát szerintem ez egy nehéz ügy, és nincs is megfejtés. Akkor a megfejtést várjuk majd akkor egy következő esetleg elkészülő könyvben, hát ha addigra lesz. Jó, lesz folytatás akkor. De hát a gondolat háborúval indítottunk, hogy van egy ilyen fogalom, és ugye körül beszélgettünk, hát ez pont arra sarkal, hogy gondolkodjunk, eredeti gondolatokat kellene tudni létrehozni, és nem csak másokét ismételgetni, és hát ez is akkor egy olyan kérdés, amire meg kellene tudni találni a választ. Köszönöm, hogy itt lehettem. Géfodor Gábor a 21. század intézet stratégiai igazgatója volt a vendégem.